Az elsődleges kultúránk az a popkultúra. Most az összes író, művész ilyenkor felszisszen, és azt mondja, hogy nem igaz, de igaz. Kimegyünk az utcára, és random módon megkérdezünk 10 embert, hogy határhelyzetekben mihez szokott nyúlni, tehát milyen művészeti alkotás nyújt számára vigaszt, ha ott hagyja a nője basia, akkor 10-ből 9-en biztosan nem József Attilát fogják mondani. Ez semmit nem mond le József Attila értékéről, viszont elég sokat elárul a popkultúra értékéről. Elsősorban elhívtuk az összes határon túli elcsatolt terület zeneipari szereplőit. Az elsődleges cél az, hogy őket bevonjuk a hazai zeneipari véráramba, és a második, szintén elsődleges cél az, hogy a hazai zeneipari szereplőket megismertessük velük, és megvitathassák közösen a problémákat. Elektronikus, kicsit indie, pontosan nem tudjuk meghatározni, hogy hova kategorizálhatnánk be a mi zenei világunkat. Mi Kolozsvárról érkeztünk, egyébként marosvásárhelyiek vagyunk, Erdélyben élünk. Jó tudni, hogy vannak ilyen események és kezdeményezések, mivel fontos, hogy összetartsunk. Ez alapvetése volt már a könnyűzenei stratégia alkotásnak is, tehát hogy ott elkezdtünk úgy dolgozni, mintha a Kárpát-medencében nem léteznek országhatárok, a magyar könnyűzenei kódjaink azok azonosak Csíkszeredától Pozsonyig. Most bemutattuk a Petőfi Kulturális Ügynökség könnyűzenei igazgatóságának a tevékenységét, az egész pályáztatási rendszerünket és azt, hogy miről szól az 5 éves magyar könnyűzenei stratégia, majd bemutatkoznak a határon túli szereplők, utána meg holnap a hazai szereplők tartanak nekik workshopokat és különböző előadásokat. Buli, koncertek és DJ-k hajnalig. Erdélyben, ahonnan én származom, ha beszeretnél futni, akkor az Budapesten keresztül tudod megtenni. Ennek jó példája a Bagosi Brothers, tehát egy Gyergyószent Miklós zenekar. Úgy lett Erdély szerte nagyon híres, hogy befutott Budapesten. Ez egyfelől jó, mert magyar kultúra egységét mutatja, másfelől viszont van egy picit ilyen elszívó hatása, tehát mintha exportra termelnénk Erdélyben. Ezt az egyirányú utcát szeretnénk kétirányosítani. És ennek az a feltétele, hogy a határon túli vagy a külhoni magyar zenész egyenrangú legyen az anyaországi zenésze. Ma lesz az első koncertünk itt Magyarországon. Nagyon izgatottak vagyunk, és nagyon várjuk azt, hogy egy új környezetben is megtapasztaljuk a koncert élményét. Reméljük, hogy fellazulunk, miközben játszunk, mert pillanatnyilag eléggé izgulunk mind a ketten.